nem minden ország olyan megengedő animált barátainkkal szemben. Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet jóvoltából 10 olyan rajzfilmet hoztunk el nektek, amit egyes országokban betiltottak. Ezen a listán olyan sorozatokról lesz szó, amik Észak-Amerikán kívül kevés helyen mennek már a tévében. A tiltás nem mindig jelenti ugyanazt. Van, amit teljesen kitiltottak, de párat ezek közül egyszerűen csak nem sugároznak már. Just wondering why you stopped following us on Instagram. Because you victimize innocent people and poop in little girls' mouths. That's not true, Wilson. We're Coonin friends, not Harvey Weinstein. 10. Steven Universe. Észak-Amerikában a Steven Universe remek hírnévnek örvend az LGBTQ+ karakterek ábrázolása miatt, főként Garnetnek köszönhetően. Viszont nem minden ország ennyire fogékony erre. Sapphire, will you marry me? A műsort betiltották vagy nem adták tovább Kenyában és több közel-keleti országban bármiféle indoklás nélkül. Azért erős a gyanunk, hogy a sorozatban bemutatott egyneműek szerelmének lehet hozzá némi köze. Ami azért nevetséges, mert a Steven Universe szerelem és az elfogadás üzenetét közvetíti közönsége felé, és a Jobbik animációs sorozatok között tartják számon. 9. SpongeBob kockanadrág. SpongeBob mindenki kedvenc tengeri szivacsa, még Kínában is sikeresnek számított. De 2006-ban kitiltották. Apró kis problémák voltak ugyan a műsorral az évek során, de egyik sem volt elég indok arra, hogy levegyék a műsorról. Viszont a SARFT, azaz a helyi tévés és rádiós műsorokért felelős bizottság elkaszálta, hogy egy kínai gyártású műsort tehessenek a helyére. Ezt a kínai hatóságok állítólag azért hozták meg, mert szerintük nem tesz jót a fiatalságnak a külföldi popkultúra, és a saját gazdaságukat akarták inkább növelni egy hazai gyártású műsorral. 8. Boci és Pipi. A műsor mindig büszkén vállalta önnön bizarrságát. A rajzfilm kitiltásának oka viszont nem a bizarr, hanem a bújtatottan szexuális aspektusában keresendő. Egy Buffalo Girls nevezetű epizód ugyanis ilyen jellegű dolgokat sugalt. Mindössze egyszer adták le az epizódot, és a legtöbb kiadáson nem is szerepelt később. Viszont egy ennél sokkal ártatlanabb indok miatt tiltották be Indiában. Mivel ott a hinduizmus a legfőbb vallás, amiben a tehén egy szent állat, így a főhősünk bemutatása nem teljesen felelt meg nekik. 7. Peppa Malac. Tudtátok, hogy Kínában Peppa Malac a gangster életmódot promotálja? Hát, mi sem. Főhősünk Peppa egy szokatlan helyzetbe került, amikor egy internetes társaság a Sehuiren szimbóluma lett. Az elképesztően közkedvelt videós apról a Douyinről minden videót eltávolítottak, amiben szerepelt még 2018 májusában. We've looked everywhere. But we can't find Daddy's glasses. A tiltás akkor jött, amikor a csoport egyre sűrűbben használta Peppát olyan mémekben, amik egyesek szerint vulgárisak voltak. Hogy valóban kormányellenesek vagy sem, az kérdéses, de a készfogó bajnok Xi Jinping elnök nem fél mese karaktereket betiltani. 6. Tündi-bündi barátok. Az nem kifejezés, hogy a Happy Tree Friends egy erőszakos sorozat. Ugyan elsőre egy kedves kis gyerekmesének tűnik, az epizódok mindig brutális és véres balesetekkel végződnek. Pont ennek a brutalitásnak köszönhető, hogy 2008-ban Oroszország egyszerűen betiltotta. Amikor a szolgáltató jogviszonya lejárt a Mondo médiával, akkor egész Oroszországban abba hagyták a sugárzását. A hálózat azt nyilatkozta, hogy nem értették a nézők a látottakat, viszont igazából a kormánymédia őrkutya csoportjának panaszaiból indult ki minden. 5. A Mici Mackó franchise. Ugyan a Mici Mackó egy hosszan futó, közkedvelt mese és filmsorozat, mégis sikerült Kínában nagy port kavarnia. Az egész 2013-ban kezdődött, amikor egy mémben Kína elnökét Xi Jinpinget hasonlították a medvéhez. Ezt még több mém követte, ami az elnököt figurázta ki, és a kínai kormány komoly tettnek nevezte, aminek a célja a kormány és Xi méltóságának lerombolása. If your face even remotely resembles that of a beloved cartoon character, the smart move here is to lean in. Végül a csacsi öreg medvét teljesen kitiltották, hogy megelőzzék a további mémek terjedését. Oh, bala! 4. Alármás család. Az utóbbi években bevett szokás lett, hogy a gyerekmesék is tartalmaznak, vagy legalább céloznak LGBTQ+ karakterekre. Itt például Harold és Howard, a Clyde McBride-ot nevelő meleg pár volt a probléma forrása. Here's a photo of us. Since we can't tuck you in tonight. A második évadban pedig Luna, az egyik lármás lány is úgy fest, hogy egy másik lányt kedvel. A kenyai filmintézetnek ez pedig már sok volt, és homoszexualitásra buzdító tartalomnak nevezték ezt, és betiltották 2017-ben. Ugyanígy jártak el a Kalandra fel, és a Hey Arnold esetében is hasonló okokból. 3. South Park.
Hogyha csak hallottatok a South Parkról, akkor tudhatjátok, hogy nem meglepő, ha betiltják valahol. Egyes epizódjait már az USA-ban sem sugározzák, így nem váratlan, hogy bizonyos országokban az egészet letiltották. Indiában kevesebb, mint egy évig futott, és akkor is agyon cenzúrázva. A közjó érdekében azonban eltávolították. Még Oroszország is betiltotta, akik azért a szabad szólást hirdetik, de 2008-ban olyan műsort akartak helyette, ami inkább az állam jelenlegi állására reflektál és a hazaszeretetre nevel. Oh, come on! This is ridiculous! Legalább Butters apja szobafogságot adott Putyinnak. I hope you're both very satisfied with the damage you've caused, because you're both grounded! Második, Family Guy. A South Parkhoz hasonlóan a Family Guy is az a fajta műsor, ami szókimondó és nem riad vissza a megosztó témáktól. Getting real tired of you ducking me, man! Sokan azt hihetnék, hogy valós az, hogy rengeteg országban betiltották a Griffin család kalandjait, de ez valójában nem így van. Igazából csak Egyiptomban, Iránban és Vietnámban nem adják már. And for you naysayers, I have two strong words for you. Come on! Ukot ugyan nem adtak, de a rajongók jó eséllyel rá tudnak mutatni részenként olyan dolgokra, amit kifogásolhatónak találtak. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen 2-től szombatig minden nap új videó kerül ki a csatornára. Majd nyomd meg a kis harangombot, hogy első között értesülj legújabb tartalmainkról. Első, a Simpson család. Talán ők a televíziózás első családja, de a Springfield érzékenységet nem minden országban viselik el. Dear Lord, that's the loudest profanity I've ever heard. Venezuela 2008-ban az egész sorozatot betiltotta arra hivatkozva, hogy káros a gyerekekre nézve. Come on! Alright, that's a good point. Ez meglepő, mert akkor volt a legmegosztóbb, amikor 1989-ben elstartolt, és a listán szereplő többi műsorhoz képest akkor is elég ártatlannak tűnt. Viszont Bart rossz viselkedése ennyi év után is kitartóan problémát jelent egyeseknek. Ami 30 éve megfelel a nézőknek, az sok volt Venezuelának. Ti ismertek még olyan meséket, amiket betiltottak egyes országokban? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!